reggelt Vietnám, illetve Törökország. Ismét jöttünk téged gyötörni, expedíciónk 6. napján csak azért is, hogy minden rendben lehessen, minden profi lehessen, és ismét nekivágunk annak a lehetetlen vállalkozásnak, hogy a Tesla belsejével átviszünk egy motort Törökországba. Punktum. Na, Tamás beizította a gépet, ismételd meg az utóbbi mondatodat. Okmányok előkészítve, és úgy néz ki, hogy nekivághatunk a határnak, általában cson nélkül át fogunk csúszani. Ám, legyen úgy. Kísértet járja be Európát. A kommunizmus kísértete, igaz? Tegnap ugyanitt álltunk. Basszus kulcs! Azt hiszem, hogy a Hungáriát el kéne énekeljük, hogy bevettük az oszmán birodalmat, immáron belül vagyunk, még bármiféle problémánk lehet, akár motorikusan, akár technikailag, akár bármiféleképpen szeretném nem előidézni ezeket a dolgokat, de Törökországon belül vagyunk, sőt mi több, a Tesla belsejében még a motor is megmaradt, ami nem tartozéka, hanem csomagja a dolgoknak. Szállítmányunk. Szállítmányunk. Szervusztok! És már csak el kell hagynunk azt az 1400 kilométert, ami még előttünk van, és már is kipostázhatjuk Gáboréknak a kedvenc Range Rover motorjukat. Közel Afrika'daki sömürgeci geçmiş ile yüzleşmekte zorlandığını söyledi. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ülkelerle güven, saygı ve dostluğa dayalı ilişkileri olduğu vurgulandı. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine... Első tetemes ebédünket mutatom be Tamásnak a fejvételével együtt. Hát ez sikerült Törökországban összehozni a mellettem lévő gyengéd törökös kávéval együtt. Immáron örömmel újságoljuk, hogy beértünk Törökországba, a Tesla is, mi is, de még a belső égésű motor is. Tamás, van ehhez valami hozzáfűzni valód? Kicsit nehezen indult az első töltésünk, de itt állt egy norvég rendszámú Tesla, amely előttünk töltött. Hát akkor ezt nem, mi nem tudjuk überelni, ő messzebbről jött, mint mi. Ha ő tudott tölteni, mi is tudunk tölteni, úgy néz ki, úgyhogy minden probléma megoldódott most egyenlőre. Köszönöm szépen, jól vagyunk. Ez pedig első törökországi imaház, a osonkodunk befelé, természetesen a férfi szekcióba. Itt van a lábmosó, innen már csak papucsban lehet befelé közlekedni. Ez pedig a Szent Terem Korán idézeteivel a zavartalan ima érdekében. Egy olvasó van még ott egy kis széken, és azt hiszem, hogy nem is akarom törni itt a szentséget. Tamás barátom szolid meglátása az volt, hogy 18 kilométert megyünk még, és majd Isztambul előtt meg fogunk tankolni elektromos árammal. Én mondtam neki, az a 18 kilométer, amin belül 44 kilométer Isztambul, képtelenség, hogy matematikailag kijöjjön az, hogy mi Isztambul érintése nélkül fogjuk tankolni a Teslát. Megpróbálom egyenesen tartani, már a Tesla végrehúzása teljesen jól működik, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ha énekelni tudnék, akkor most elénekelném nektek a Hungáriát, az O-O-O Isztambult. Ami valójában Dolly-ról, de nem baj. Igen. Legyen Hungária. Nem csak a zenei hallásommal van a baj, de higgyétek el, táncolni is tudok jobban. Tehát megmutattam nektek ismét Isztambul külvárosát, meg így azt hittük, hogy megint belehajtunk valamivel, valamelyik kamion szórja szét a külső gumjait, egy defektes autót már láttunk az imént. Tehát mantrázni szoktam én egyébként ebben a városban, ami azt jelenti, hogy Om Mani Padme Hum. Minden egyes szótag egy-egy tükröt jelent, és úgy tekergetem körbe a szememet, hogy közben jójózok. Sheraton Hotel előtt állunk egyébként, állunk, járunk. Ezek a hatalmas tükörüveg felhőkarcolók már a modern Törökországot hozzánk elénk. Tudjátok mit? Befogom a számot, keresek egy kis Dolly-rolt, és aláfestő zenének élvezzétek inkább ezt. Fény kigyúl, mennyi nagy tovább és szép luxusbár.